Korzika. Idegesítette a Székelyföld autonómiáját ellenző román politikusokat Emmanuel Macron bejelentése, amely szerint Korzikának autonómiát kínált fel, mondta a Kelemen Hunor RMDS elnök. A politikus szerint akkor lehet ismét beszélni a székely autonómiáról, ha lesz erre kellő nyitottság a többség részéről. Szlovákia. Nem érte el az 5%-os küszöböt a magyar kisebbség politikai szervezete, a Szövetség a hétvégi szlovákiai választásokon, így a közösség továbbra is politikai képviselet nélkül marad. Az erdélyi magyarságnak is le kell vonni ebből a következtetéseket, mondják a szakértők. Pénzügyi válság. Késik az állam az ártámogatott és ingyenes gyógyszerek ellenértékének kifizetésével, így a patikák nem tudják feltölteni a készleteket, ez pedig veszélybe sodorhatja a gyógyszerellátást. Az állam ugyanakkor napra pontosan követeli az adók befizetését a patikusoktól. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Jó iránynak nevezte Kelemen Hunor az Emmanuel Macron francia államfő Korzika autonómiájával kapcsolatos bejelentését. Az RMDS szövetségi elnöke szerint a román politika ideges lett a francia államfő bejelentésétől. Jó szándék és jó irány Emmanuel Macron francia államfő bejelentése Korzika autonómiájával kapcsolatban, ugyanis azt közvetíti, amit a helyi közösség akar, nem elszakadni Franciaországtól, hanem autonómiát szeretnének, azt, hogy bizonyos kérdésekben ők döntsenek, jelentette ki pénteken az RMDS szövetségi elnöke a szövetségi képviselők tanácsa ülését követően Kolozsváron. Kelemen Hunor hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy ne fogalmazzanak félreérthető módon azok, akik egy ilyen ügyet kommentálnak. Megjegyezte, Korzikával kapcsolatban sem szabad még az ünneplés eufóriájába esni, hiszen hosszú folyamatról van szó. Kifejtette, nem tudja, hogy a román politikusok változtatnak-e székelyföldi autonómiával kapcsolatos elutasító álláspontjukon a francia elnök kijelentése nyomán, azonban az felidegesítette őket. Arra a kérdésre, hogy ezek után az RMDS újra beterjeszti-e Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó statutumot a parlamentben, azt mondta, ez attól függ, mekkora esély van az elfogadásra a róla szóló párbeszédre. Meg fogjuk fontolni a megfelelő pillanatban, a célt tudjuk, ismerjük, azt már gyakrabban megfogalmazni, mint ahogy eddig megtettük, nem tudjuk, és persze a megfelelő időpontról majd döntünk a megfelelő pillanatban. Ennyit tudok erről mondani, de sajnálom az a kérdés, hogy mi milyen magasra tesszük a lécet. A kérdés az, hogy a román politikai elit mennyire képes átugrani azt, jegyezte meg. Ugyanis, ha nem tudja átugrani, csak átszalad alatta, vagy rosszabb esetben leveri a lécet, akkor értelmetlen cselekvésről beszélünk, hangsúlyozta. Újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester nem mondott semmi meglepőt, amikor közösségi oldalán azt írta, hogy a román államnak is hasonlóan kellene eljárnia Székelyföld önrendelkezésével kapcsolatban. Mi ezt 33 éve mondjuk, jegyezte meg. Alakulásának 10. évfordulóját ünnepelte pénteken este az RMDS nőszervezete Kolozsváron. Az ünnepi találkozót panelbeszélgetés nyitotta meg, ezt követően pedig kiosztották a nőszervezet által alapított Szívvel, Lélekkel életpálya díjakat. 2013-ban alakult az RMDS nőszervezete. 10. születésnapját Kolozsváron a Kreatív Iparágak Regionális Kiválósági Központjában ünnepelték a szervezet tagjai, ahol a köszöntőbeszédeket követően panelbeszélgetés zajlott. A nőszervezet elnöke Bíró Rózália, illetve Kelemen Hunor szövetségi elnök az elmúlt éveket elemezték, szó esett többek között a nők szerepéről a politikában, a társadalmi szerepvállalásról, illetve az elmúlt évtized eléréseiről. Ha közösséget építünk, akkor azt együtt kell csinálnunk, mert nem a férfi közösséget építjük, nem a nők közösségét építjük, hanem az erdélyi magyar közösséget építjük. A számok fontosak, de nem ez a legfontosabb, az érzelem a legfontosabb, hogy a közösségben azok az összetartó erők, azok az értékek, azok az érzelmek megvannak-e, amelyek egy,
egyénekből álló tömeget közösségé formálnak. A születésnapi rendezvényen átadták a Szívvel Lélekkel életpályadíjakat is, amelyet a jubileum alkalmából alapítottak. Összesen 6 olyan személy díjaztak, akik jelentős szerepet vállaltak a szervezet életében, kiemelkedően fontos munkát vittek végbe a közösségben. Életpályadíjat vehetett át többek között Lőrinc Zsuzsa Mári falváról, Marina Ida Szilágyságból és Székely Hajnal Bihar megyéből. Az elmúlt 10 évre visszatekintve díjazunk olyan hölgyeket, akik sorsfordító, sorsalakító munkát végeztek, akik értéket teremtettek, és olyan maradandó értéket a közösségünk számára, amely akár a nőszervezetből való távozások után is, például nyugdíjasok, vagy abban az esetben, ha más feladatköröket látnak el, továbbra is ott élnek a közösségbe, ahol ezt létrehozták. Zárásként pedig azoknak a hölgyeknek mondtak köszönetet, akik tisztséget vállalva járultak hozzá a nőszervezet sikeréhez. Nem jutott mandátumhoz a Felvidéki Magyar Párt, a szövetség a szombaton tartott előrehozott szlovákiai parlamenti választásokon. Ez rendkívül szomorú hír a szlovákiai magyarok számára, és egyben tanulság az erdélyi magyarság számára. Szombaton tartották az előrehozott parlamenti választásokat Szlovákiában. A leadott voksok megszámlálása után az első helyen Robert Fico pártja, a rendszer és Európa ellenes oroszbarát irány végzett 22,9%-kal, és ezzel 42 mandátumot szerzett a 150 fős pozsonyi törvényhozásban. A hivatalos végeredmény szerint összesen 7 párt jutott be a szlovák parlamentbe. Nincs közöttük a Felvidéki Magyar Párt, a szövetség, amely a szavazatok mindössze 4,3%-át szerezte meg, így az 5%-os küszöb alatt maradt. A szlovákiai választásokból fontos tanulságokat vonhatnak le a politikusok és az erdélyi magyar választók is, nyilatkozta híradónknak Ambrus Attila újságíró. A legfontosabb, hogy a választói közöny negatív hatású és katasztrofális következményekkel járhat. Nem dőlhetünk be a közvéleménykutatásoknak sem, amelyek biztos bejutást mutatnak bizonyos politikai alakulatoknak. Nem dőlhetünk be azoknak a propaganda szövegeknek sem, amelyek azt sugallják nekünk, hogy lehetünk úgyis magyarok, ha közben román pártokra szavazunk, hiszen azok képviselik a magasztosabb, progresszív értékvonal menti politizálást. A egyéb másságot ugyan hirdető, de az őshonos nemzeti kisebbségek másságát kirekesztő felfogás mentén. Ők azok, akik fellazították Szlovákiában a nemzeti öntudatot, háttérbe szorították a magyarság tudatot, és nem szabad bedőlnünk annak a szlovákiai választások nyomán elterjedt tévhitnek, hogy az etnikai politizálásnak vége van. Ami az erdélyi magyar érdekképviseletet illeti, Ambrus Attila szerint az RMDSZ-nek is a jelenleginél hatékonyabban kell kommunikálnia. Mindenek előtt a nagyvárosokban élő magyarságot kell megszólítani, mert ők azok, akik könnyebben elcsábulnak a progresszívnek mondott eszméktől, fogalmazott. Robert Fico győzelméhez egyébként Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is gratulált. Ugyanúgy gondolkodik a háborúról, a migrációról és a genderügyről, mint Magyarország. Győzelme komoly esélyt kínál a V4 szövetség megerősödésére, írta Szijjártó Péter. A reformok jó dolgokat hoznak, ne féljenek a reformoktól, Romániának fejlődésre van szüksége, hangsúlyozta Márcsel Csalákó miniszterelnök Temesváron a hétvégén. Kifejtette, teljes mértékben eltökélt azoknak a pénzügyi intézkedéseknek a gyakorlatba ültetésében, amelyekért a kormány felelősséget vállalt a parlamentben. Szükség van a helyi és a központi közigazgatás reformjára, a szaktárcák, megyei tanácsok és polgármesteri hivatalok átszervezésére és hatékonyabbá tételére, mondta Márcsel Csalákó kormányfő. Nem várom el, hogy a közintézmények egyik napról a másikra elbocsássanak alkalmazottakat, de a polgárok kiszolgálását összhangba kell hozni a közigazgatás hatékonyságával, fogalmazott. A kormányfő szerint mandátumának egyik prioritása az adócsalás visszaszorítása. Kifejtette, hogy a parlamenti felelősségvállalással elfogadtatott törvény célja, hogy az ország ne veszítsen el 70 milliárd eurót az uniós alapokból, az adóügyi intézkedések azonban nem fogják érinteni az átlagembereket. Azt azonban nem tudom elfogadni, hogy egy 760 milliárd eurós éves árbevételű vállalat 15 milliárd eurós nyereséget jelentsen, majd számos adóalap csökkentés után 100 millió eurót fizessen az államkasszába. Ez kész átverés. Ne átkozzák az Európai Bizottságot, mert az csak megmutatta nekünk a valóságot, vagyis azt, hogy így nem mehet tovább. A miniszterelnök egy másik törvényről is beszélt, amely a drogfogyasztással szembeni fellépést célozza. Nem tömeges tesztelésekre, hanem a kábítószerkereskedők
börtönbe juttatására van szükség, fogalmazott. A politikai szintéről szólva Csolák úgy vélte, Romániát egy olyan koalíciónak kell vezetnie, amely támogatja a szociáldemokraták úgynevezett országtervét, amelyen már dolgozik a PSD. Nehezményezik a gyógyszertárak, hogy az állam nem törlesztette az ingyenes és ártámogatott gyógyszerek árkülönbözetét. Emiatt a patikák kénytelenek maguk kifizetni az összegeket a beszállítóknak, ellenkező esetben akár tiltólistára is kerülhetnek. Mindennek legnagyobb károsultjai a betegek. Hónapok óta nem fizeti ki az állam az ártámogatott és ingyenes gyógyszerek ellenértékének árkülönbözetét. Az elmaradások az onkológiai betegek, a cukorbetegek és a transzplantáción átesett betegek kezelésére szükséges orvosságok esetében is problémát jelentenek. Ráadásul ezek a legdrágábbak, és a költség a gyógyszertárakat terheli. A tanévkezdéssel ezen felül együtt jár a gyerekek fertőzéses vagy légúti megbetegedése, így a patikáknak orvosságokat kellene vásárolni, nem pedig pénzhiánnyal küzdködni. Ha mindez nem lenne elég, a patikák akár tiltólistára is kerülhetnek a beszállítóknál, ha folyamatosan késnek a kifizetésekkel, ezzel is megnehezítve a betegek szakszerű ellátását, kiszolgálását. Szerencsére akad olyan beszállító, aki valamelyest megértő, hiszen tisztában van a gyógyszertárak nehéz helyzetével, esetleg ismeri a patikát vagy az azt vezető gyógyszerészt. Május óta a biztosítóház nem fizetett semmit a gyógyszerészeknek, és a gyógyszertároknak. Tulajdonképpen valami nagyon kevés programokból beszélünk, de ez egy kevés összeg, és a legnagyobb része a gyógyszertároknak, most le vagyunk egy kicsit blokkolva a nagy raktárokhoz. A patikák nem tudják, hogy mikor törleszt végre az állam. A Független Gyógyszerészek Egyesülete, az Etika az idei évben többször kérte, hogy tartsák tiszteletben a kifizetések határidejét. Az állam, bár normális esetben legtöbb 60 nap alatt kellene kifizesse a patikákat, sokszor a 90-120 napot meghaladó idő alatt rendezi a számlát, ha rendezi, de az adókat, illetékeket és járulékokat pontos határidőre követeli a patikáktól. Ugyanez igaz a büntetésekre is, hiába éppen az állam miatt válnak a gyógyszertárak is sorra fizetésképtelenné. Ma tartották a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanévnyitóját, az ünnepségen az egyetem hallgatói léptek fel rövid előadásokkal. A tanévnyitó díszvendége idén Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke volt. Megnyitotta a tanévet hétfőn a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem. Az ünnepségre idén is előadással készültek az egyetem hallgatói. A művészek nem választják ezt a szakot vagy szakmát, hanem különleges adottságaiknak köszönhetően nem tudnának más csinálni, fogalmazott Kós Anna, az egyetem magyar karának dékánja. Elmondta, az egyetem nemrégiben kapta meg a legmagasabb minősítést a felsőoktatást ellenőrző hatóság részéről, most már nem először, hiszen ez az egyetem 77. tanévnyitója. Nyilván egy egyetem számára az, hogy régi tapasztalata van abban, hogy különböző módszerek működnek vagy nem működnek, ez egy kulcsa például azoknak az egyetemeknek, ahol 400-500 éve tanítanak. Hát akkor, amikor az ember alapít egy egyetemet, tehát az 1-2-10 éves egyetemeknél ez a tapasztalat hiányzik, az, hogy különböző módokat találnak ki arra, hogy hogyan lehet oktatni azt a bizonyos szakmát. Az egyetem alapképzésére idén 53 diák felvételizett, és ezzel minden szakon beteltek a helyek. A megnyitó ünnepségen Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke úgy fogalmazott, a Művészeti Egyetem a sokoldalú művészeti képzés Békés szigete már évtizedek óta. Ugyanakkor ismételten hangsúlyozta a kultúra társadalomra gyakorolt szerepét. A kultúra képes arra, hogy egy polarizált társadalomban a párbeszédet is elősegítse, másrészt, hogy mi a jó és mi a rossz egy adott pillanatban a világban, azt a kultúrán keresztül látjuk leginkább. És ahhoz, hogy az itt tanuló diákok később a kulturális intézetekben elhelyezkedjenek, szükség van önálló kulturális intézetekre, és erről
mondtam egy gondolatot, hisz úgy tűnik, hogy időnként, mint 10 évente, 10-12 évente lenne egy nagy kihívás. Időnként ezeket a harcokat meg kell vívni, tette hozzá, utalva arra, hogy nemrégiben a kormány költségcsökkentő reformcsomagjában még az is szerepelt, hogy a kulturális intézményeket összevonja. Megnyitották a tanévet a Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán is. Több mint 1500 alapképzéses és közel 540 mesterképzéses magyar diák számára indul a tanév a felsőoktatási intézményben. Hétfőn délben ünnepélyesen megnyitották az új tanévet a Bábesbolyai Tudományegyetemen is. Az ünnepséget a Vízhang kórus produkciója nyitotta, majd Sós Anna, a magyar tagozatért felelős rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, az idei tanévet több mint 1500 alapképzéses és közel 540 mesterképzéses magyar diák kezdte. A tanév az örömmel nyitottuk meg, hisz ebben az évben is igen sok hallgatónk van. Tehát a legfontosabb az lesz, hogy ezeknek a hallgatóknak az igényeit elsősorban az oktatási és kutatási minőséget biztosítsuk az idén is. Tehát ezt látjuk a legfontosabb kihívásnak. Hozzátette, a BBTE bejutott az Utópia Európai Egyetemek konzorciumába, így kutatási téren is új kihívásokat tartogat a tanév. Továbbá új szakokat is indítottak, magyar nyelven a digitális médiát, a kommunikáció, közigazgatás és politika tudományi karon. Elmondta, nagy népszerűségnek örventek az újdonságok is, igazolva létjogosultságukat. A köszöntő beszédeket dr. Virginás Andrea egyetemi docens előadása követte. Az Amerikai Egyesült Államokban élő és dolgozó Karikó Katalin kapta meg a Svéd Királyi Akadémia 2023-as fiziológiai orvostudományi Nobel-díját kutatótársával, az amerikai Drew Weissmannel együtt. Karikó Katalin kutatásai alapján vált valósággá az mRNS alapú orvoslás, amellyel hatalmas áttörést sikerült elérni a koronavírus világjárvány következményeinek visszaszorításában, 10 milliók életét sikerült megmenteni. A magyarországi munkahelyein korábban többször ellehetetlenített, kutatási témájához azonban mindvégig ragaszkodó magyar kutató ezzel hivatalosan is beírta magát a tudománytörténetbe. Karikó Katalin Szentgyörgyi Albert és Kertész Imre után a harmadik, aki magyar állampolgárként kapta meg a világ legrangosabb tudományos díját. Egyben ő az első Nobel-díjas magyar nő. A Romániai Magyar Üzleti Egyesület üzletember találkozóval egybekötött konferenciát szervezett Kolozsváron az eredményesség képlete jelszóval. A rendezvényen szó esett a gazdasági válságról, az angyalvállalkozókról, illetve a pályázatok világába is betekinthettek a résztvevők. A Romániai Magyar Üzleti Egyesület évente négyszer gyűl össze üzletember találkozó keretében. Ezúttal kolozsvári konferenciával egybekötve szervezték meg a rendezvényüket az eredményesség képlete néven. Diósi László, az egyesület elnöke elmondta, a név abból a meggondolásból született, hogy az üzletembereknek válságos időkre megoldásokat, kézenfekvő lehetőségeket biztosítsanak, illetve mutassanak be. Kolozsváron most egy nagyon széles résztvevői táborunk van, közel 100 főt érdekelt a konferenciánk. Alapvetően a tagságunkra számítottunk, de nagyon sok meghívott is érkezett hozzánk, illetve nagyon sok érdeklődő. Úgyhogy nagyon széles körben képviseltetik magukat a vállalkozók és a vállalatvezetők is. A konferencia széles palettát fedett le témakörök szempontjából is. Szó esett a startup vállalkozásokról, illetve angyalbefektetőkről, akik egy kezdő vállalkozás támogatnak kizárólag az ötletgazdába vetett bizalom alapján.
Szó esett a gazdasági válság kihívásairól, különböző pályázati lehetőségek kihasználásáról, de terítékre kerültek a projektmenedzseri feladatok is. Látva az előadókat és a témákat, úgy gondolom, hogy mindenkinek hasznos tudás az, amit szerzünk, vagy átadunk éppen. A másik pedig a networking, az, hogy megismerjük egymást, és a közösség a romániai-magyar üzleti közösségnek. Van egy olyan fórum, ahol találkozunk és beszélgetünk, és talán valami lesz is belőle produktív. A Romániai-Magyar Üzleti Egyesület egy további találkozót szervez idén, amelyre a hagyományokhoz híven Marosvásárhelyen kerül sor. Hargita megye tanácsának mély szegénység munkacsoportja másodszor szervezte meg a székelyföldi Roma Szabad Egyetemet. A Székelyvasságon zajló rendezvényen a romák kulturális reprezentációjáról beszélgettek, illetve kerekasztal beszélgetések keretében sikeres roma fiatalok mutatkoztak be. Ahogy nem hozhatunk döntéseket egyáltalán sem helyettük, sem az ők nevükben, hanem csak is közösen. Az intézményesített rasszizmusról, a roma közösségekkel való együttműködésről is szót kell ejteni, mondta megnyitójában Laci Koenikő, az Etnikum Közi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára, kiemelve, hogy mindannyiunk közös érdeke a jó együttműködés, a jó együttélés kialakítása. A Szabad Egyetem workshopjain, kerekasztal beszélgetésein, előadásain olyan témákat érintettek, amelyek a szervezők szerint segítenek a helyzet megértésében. Az idén a kulturális elismerés próbáltuk kitűzni a zászlónkra. A roma kulturális elismerés, azt gondoljuk, hogy nem csak a hétköznapi értelemben vett kultúráról kell szóljon, hanem az életvitelről, egyáltalán az, hogy az életben hogyan tudnak ezek az emberek elfogadottak lenni, hogyan lehet a mindenkori, mindenféle kánonba ezeket az embereket besegíteni, úgy a politikai életben, mint a gazdasági életben, nagy Isten a kulturális életben is. A rendezvény sorozat egyik legérdekesebb beszélgetése tehetséges a roma fiatalokkal zajlott, akik különböző szakmákban jelentős eredményeket értek el. Úgymond egy pont, ahol valóra vált egy újabb álmom, mivel hogy én gyerekkoromban azt a célt tűztem ki magamnak, hogy nekem nem volt példaképem, és ezért majd én leszek a következő generáció pozitív példaképe. Úgyhogy nekem ez egy pont, ahol teljesült egy újabb álmom. Aktuális helyzetképről, stratégiákról, a romák kulturális elismeréséről is zajlott a előadások, kerekasztal beszélgetések, a zárónapon pedig a szakmai képviselők, valamint a roma közösségek képviselői összefoglalták a tanulságokat és megbeszélték a tennivalókat. Idén is megszervezték a bekecsi lovasnapokat a Bekecs 1080 méter magas csúcsán. Az eseményen nagy hangsúlyt fektettek a kulturális programokra, valamint a lovas bemutatókra. Hangulatosan zajlottak a nagy hagyománynak örvendő bekecsi lovasnapok a Bekecs 1080 méter magas csúcsán. Az eseményt 2005-ben kezdeményezte a Torboszlói Kopjás Lófőszékelyek kicsin csapata, 2007-ben a Nyárádmagyarósi önkormányzat is bekapcsolódott a szervezésbe. A lovaskultúra éltetése mellett megemlékeznek a bekecsi világháborús eseményekről is, árulta el híradónknak Kacsó Lajos, Nyárádmagyaros község polgármestere. Mindig is itt szoktak találkozni nyárádmentiek, marosmentiek, mindig is itt vannak, a huszárok sose hiányoztak, előjáróink, mindig is megemlékezünk. Az első világháborúban itt elesett, itt a csatáról elesett hőseinkről, mindig is koszorozunk. Programunkban mindig benne van kulturális műsorunk, mindig a programunkban odafigyelünk, hogy több korosztályt érintsen. A résztvevők számára izgalmas és látványos volt a sokszínű program, ugyanakkor főként a találkozás és az emlékezés céljából vettek részt a rendezvényen. Nagyon jól érezzem magam itten, megemlékezünk ugye a hősökről. Magunknak tartjuk ezt a vidéket, ugye, mert mi is a Bekecs alatt lakunk. Kicsit a miénk az egész dolog, ugye, mert mivel hogy mi kezdtük, hát magunk érezzük, aztán örülök, hogy föl tudunk jönni, egészségünk van, és megemlékezzünk, a csapat összekoppan, az emberek, barátok, ennek nagyon örülök. A rendezvényen a koszorúzás és a hagyományos gulyásfőzés mellett nagy érdeklődésnek örvendett Pászka Lehel lovasi jász látványos bemutatója is. Elkezdődött az Erste Liga, sporttal folytatjuk.
Elkezdődött a jégkorongás, telig a 2023-24-es szezonja. Az első hétvégén az erdélyi csapatok egymás ellen játszottak. A csíkszeredai sportklub két vereséggel kezdte az új szezont, a brassói Korona pedig két győzelemmel. A címvédő gyergyói hokiklub pedig egy győzelmet és egy vereséget könyvelhet el. A címvédő gyergyói hokiklub és a csíkszeredai sportklub mérkőzésével kezdődött el a jégkorong Erste Liga 2023-24-es szezonja az erdélyi csapatok számára. Bár a csíkiak 2-0-ás vezetést szereztek, Gyergyó fordított és 6-3 arányban győzte le az ellenfelét. Bece Tihamér, a sportklub csapatkapitánya, elégedetlenül értékelte a mérkőzést. Érzelmileg elég nagy csata volt kint a pályán. A szurkolók is értettek magukért belülről. Három része hoztanám a mérkőzést, talán az első harmadban jól jöttünk ki, jól játszottunk, meg volt a vezetés. Másik rész ugye a bírók, amiket nem szabad merők érinthetetlenek, őket nem szabad kommentálni, és a harmadik az, hogy elég elfogytunk a végére, hiányzik az a meccskondi, amire gondolom, hogy hamarosan szert teszünk. A piros-fehérek a brassói Korona ellen folytatták a szezont, a kiélezett mérkőzés végén alul maradt a címvédő, a brassóiak bravúrosan szerzett utolsó találatukkal 4-3-ra győzték le őket. Azt gondolom, hogy igen, jó játékkal tudtunk előrukkolni, fontos pillanatokban tudtunk gólokat szerezni, az emberünk is elég jól működött, illetve az ember hátrányunk is. És attól eltekintve, hogy ugye egy fontos pillanatban a harmadik gólt a hazai csapat emberelőnyből szerezte, de előtte sok fontos kiállítást sikerült megölnünk, úgyhogy ezzel mindenképpen elégedettek vagyunk. Szilasi Zoltán vezetőedző szerint a csapatban akadnak olyan hiányosságok, amiket minél hamarabb ki kell küszöbölniük. A falról belőttek a szorzóba egy korongot, ott pattogott, jó, lábról lábra bement, ebből kell nekünk jobban, többet csinálni. Ez nekünk mindig is a hiányosságunk volt, úgymond az ilyen. Ez egyáltalán nem szerencsés gól, ez egy tudatosan olyan helyről belőtt korong volt az ő részükről, ahonnan nincs gólveszély, de így lesz gólveszély, ahogy lett. Végül a brassói Korona és a csíkszeredai sportklub is megmérkőzött. Bár a brassóiak nem hozták a legjobb formájukat, mégis 3-2-re tudtak nyerni. Az erdélyi csapatok Magyarországon lépnek a jégre a következő mérkőzéseken. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!